Jó estét kívánok, nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Deák László evangélikus lelkész vagyok, és önök a Kút című műsorunkat látják itt a Pax Televízióban. Ez a mai egy felvett adás, ezért kérem, hogy ne telefonáljanak, hanem ha hozzá szeretnének szólni mindahhoz, ami elhangzik, akkor két lehetőségük van, vagy felhívnak minket a jövő héten, vagy pedig e-mailt küldenek a kutpaxtv@gmail.com e-mail címre. Az elmúlt héten elkezdtünk egy nagyon fontos beszélgetést, egy olyan beszélgetést, amelyik ma Magyarországon nagyon-nagyon sok családot érint, különösen azokat a családokat, ahol kamaszkorú gyermek van. Azok, akik nevelnek kamaszkorú gyermeket, azok jól tudják, hogy ez milyen sok kihívással jár, és ebben a két műsorban, az elmúlt hetiben és a maiban, ebben szeretnénk segítséget nyújtani. Segítséget szeretnénk nyújtani egyrészt a szülőknek, édesapáknak, édesanyáknak, segítséget szeretnénk nyújtani a kamaszoknak is, hogy jobban megértsék a saját érzéseiket, érzelmeiket, vágyaikat, döntéseiket, és segítséget szeretnénk nyújtani azoknak, akik egy adott gyülekezetben, iskolában fiatalokkal, kamaszokkal foglalkoznak. Az elmúlt héten megismerhették a vendégeket, és beszélgettünk arról, hogy mit jelentett egykor kamasznak lenni, mit jelent ma. Beszélgettünk sok-sok fontos kérdésről. Ma pedig azt fogjuk megnézni, hogy mindazokkal a dolgokkal, amivel egy fiatal találkozik ebben a korban, legyen szó az önbizalom kérdéséről, legyen szó a haragról, az indulatok kezeléséről, a felelősségvállalásról, vagy akár a szerelemről és egyéb dolgokról, mi az, amit mi tudunk keresztény emberként mondani? Hogyan kell ilyenkor egy fiatalhoz közelíteni, és hogy lehet ezeket a dolgokat feldolgozni a Szentírás alapján? Az elmúlt héten már találkozhattak a vendégekkel, akik újra eljöttek erre a mai adásra is. Nagyon szépen köszönöm, hogy újra itt vagytok. Így köszöntöm sok szeretettel Kálai Erikát és Török Német Anitát. Isten hozott titeket a műsorban. Immár harmadszor, hiszen azok, akik hűséges tévénézőink, tudják, hogy néhány héttel ezelőtt egy nagyon színes adásban volt részünk, ahol hét pedagógus is itt volt a Pesti Örömhír keresztény iskolából, és akkor egy rövid kis részben bemutatkoztatok, és akkor határoztuk, hogy visszatérünk erre a nagyon fontos témára, és lám ezt meg is tettük. Azok számára, akik az elmúlt héten nem néztek minket, kérlek titeket, hogy egy pár szóval mutatkozzatok be kicsit a családi háttér, szolgálat és a gyülekezeti kötődés. Erika. Szeretettel köszöntöm én is a kedves nézőket. Kálai Erika vagyok, és én körülbelül 7 éve élek itt Budapesten. Az Örömhír általános iskola tanítója vagyok. Főképpen alsó tagozaton tanítok. Most jelenleg a harmadik osztályos okosztályfőnöke vagyok, és ezen kívül tanítok az osztályomban magyart és matematikát, és felső tagozaton pedig hittant, technikát, és magyar szintén az 5. osztályban. Tehát most egy kicsit úgy megvan a munkám osztva, hogy alsó és felső. Emellett jelenleg a Károli Gáspár Egyetem drámapedagógia szakán tanulok. Nagyon szeretem a munkámat, hivatásként tekintek rá. Ezen kívül a Biblia Szó gyülekezetébe járok, missziós gyülekezetnek mondhatnám. Fő üzenetük az evangélium. Nagyon szeretem a gyülekezetet, és a gyülekezeten belül pedig a szolgálatom színjátszás. Van egy amatőr színjátszó csoport, és ott tevékenykedem. Ha egy pár szót mondanál még arról a könyvről, ami az egész beszélgetésnek az apropóját adja, amit az elmúlt héten részletesebben bemutattál, és arról, hogy ezzel hol foglalkozol a hittanórákon belül. Még a korábbi években elvégeztem egy nagyszerű, úgymond tanfolyamot a Timóteus Társaság által, és az ő könyvükben jelent meg nagyon-nagyon sok olyan téma, amit a felső tagozaton tudok használni. Az Fiatalok az élet küszöbén, ez egy program is, két kötetes, és ebben a könyvben nagyszerű olyan témák találhatók, amelyek a gyerekekhez szólnak, és nem csak a kamaszokhoz, hanem középiskolásoknak, egyetemistáknak szintén. De tudom alkalmazni én a felső tagozaton is ezt a könyvet. Köszönjük szépen, Anita. Én is üdvözlök mindenkit, engem Török Német Anitának hívnak. Én az AT-n végeztem 2011-ben,
és hát nem sikerült ugye rögtön tanítani, de hál' Istennek 2,5 éve Isten segítségével sikerült elhelyezkednem. Hát én nagyon régóta keresztény vagyok, gyakorlatilag keresztényként nőttem föl. Anyukám 1989-ben tért meg a hitgyülekezetébe, és hát gyakorlatilag azóta járok én is. Én 10 évesen tértem meg, nagyon sokáig szolgáltam is a gyülekezetbe, és hát gyakorlatilag álmodatom, hogy ott nőttem föl, és rengeteg segítséget kaptam onnan felnőve, akár kamaszként, akár felnőtt koromban is. Egy fontos témába vágnánk bele, megnéznénk néhány területet így gyakorlatban. Ha ma a kamaszokkal foglalkozó könyveket megnézzük, vagy szakemberek után kutatunk, akkor nagyon sokan vannak. De mennyire láttok különbséget a között, hogy valaki keresztény szempontból a Szentírás alapján ad tanácsot, vagy valami egészen más oldalról elindulva? Hát szerintem nagyon nagy különbség van. A világiaknál például nagyon jó példa arra az, hogy kezelik sokan a dűt, és például a szülők hogy szokták buzdítani a gyereket, ha mondjuk megüti az egyik a másikat, akkor otthon mit kap, hogy üsd vissza, mert akkor el leszel nyomva. Míg ezzel szemben a Biblia nem erre tanít, én mindig azt szoktam mondani a gyerekeknek, hogy a rossz rosszat szül, a harag haragot szül, és szeretettel kell meggyőzni a másikat, sokkal nagyobb erő van benne. Lehet, hogy nem elsőre sikerül, lehet, hogy csak harmadjára vagy negyedjére, de annak jó gyümölcse lesz, míg a harag, az haragot fog szülni, és egyre eldurvul a helyzet. És sajnos szerintem a szakemberek is sokszor ezt hangsúlyozzák, hogy legyél minél erősebb, minél elnyomóbb, mert ha nem, akkor téged fognak elnyomni. Pedig ez nem így van. Kérdezek egy nagyon provokatívat. Sokan úgy tartják, hogy hát igen, a keresztény etika, meg a keresztény tanítás, akár a kamaszokkal kapcsolatban, ez egy adott korban nagyon modern és nagyon jó volt, de már a teljesen elavulttá vált, és igazából ezek az újabb, kicsit a önmegvalósítást, nem is kicsit az önmegvalósítást elősegítő dolgok, amik már modernek. Mit lehet erre mondani? Modern ma még a Szentírásnak a tanítása? Én azt gondolom, hogy Isten igéje mindig időtálló, és az ember azt szerint él, és példamutató életet él, akkor azt az emberek meglátják, és meg is kívánhatják azt az életmódot. És én ezért is hangsúlyozom nagyon, hogy a példamutatás az hihetetlen nagy erővel tud lenni. Tehát egy pedagógus amúgy is, legyen az keresztény vagy nem keresztény, ott van a gyerekek előtt, és egy példamutató életet kell, hogy éljen. Tehát ő az első számú személy tulajdonképpen az iskolában a gyerekek előtt, hogy hogyan kell viszonyulni, hogyan kell megnyilvánulni bizonyos helyzetekben. És mivel én az életemben nagyon fontosnak és tekintélynek tartom Isten igéjét, ezért én azt szerint is próbálok élni, és a gyerekeket is erre szeretném buzdítani. A másik dolog, hogy én hittant is tanítok, és nagyon sok olyan téma felmerül, ami mondjuk valamilyen bizonyos napokon történnek. Tehát olyankor mindig eltérek a témától, amivel éppen készültem, és legyen az bármilyen dolog, ami történt a napokban, akkor a gyerekek fantáziáját, vagy a gyerekek szívét ez izgatja, és akkor megállunk, és erről beszélgetünk. És akkor ilyenkor mindig megállok, és akkor megkérdezem, na most Isten igéje szerintetek mit mond erre? De egy nagyon egyszerű dolog például az olvasás óra. Alsó tagozaton fantasztikus kis történetek vannak, ezek nem keresztény jellegű történetek a mindennapokban, tehát mindennapos történetek, és én ezt is szoktam belevinni az órámba, integrálom Isten igéjét, hogy na, akkor most megnézzük. Isten igéje mit mond szerintetek, akkor most mi a helyzet, akkor mit tegyünk ebben a helyzetben, vagy te mit tennél? Mindig ez nagyon jó, míg így megállunk, és felteszem a kérdéseket a gyerekeknek, és gondolkodjanak el. Persze mindig én is ezzel szembe találkozok, hogy szemét, fogad fogért, főleg az alsó tagozaton, akik nagyon is harcosok, és hát persze, belerugni, megpofozni, és akkor itt meg kell tanítani őket Isten igére, hogy mit mond. Amikor készültünk erre a mai adásra, akkor ilyen 35-40 témát összeírtunk, amiről lehet beszélgetni. Egy nem volt benne, de felhoztad, és erről azért szeretném most, ha már itt szó lenne, ez pedig a példamutatásnak a szerepe. És most beszéljünk elsősorban arról, hogy
az érzelmek tekintetében, az érzelmek kezelése, említetted a haragot, a harag kezelése tekintetében, milyen a szülői példamutatásnak a szerepe? Azért tegyük hozzá, hogy a családi otthon az mindig kicsit más, mint az embernek egyéb területe. Azért családban nagyon sokan ott engednek ki, hazamegy idegesen, fáradt, még egy pedagógus lehet, hogy nagyon jól tartotta magát az iskolába, de otthon mondjuk már lehet, hogy a férjé vagy a feleség vagy gyerekével nehezebben megy. Okay. Mit láttok ebben egy fontos dolognak a érzelmek kezelésének területén? Igen, én azt gondolom, hogy a gyerekek, ahogy viselkednek sokszor az iskoltársukkal, azért az hozzák azt otthonról is. Én azt gondolom, és azt tanácsolnám minden szülőnek, hogy tudom, hogy nagyon nehéz, de például a gyerekek előtt ne veszekedjenek. Én tanítottam más iskolában is, és hallottam szavakat, vagy hallottam stílust, ahogy beszéltek, és bizony megkérdeztem, hogy és ezt te honnan hallottad? Hát apa mondta anyának. És azért a gyerek őszinte, ő nem fog kertelni, el fogja mondani. És otthon a szülőnek, mint ahogy pedagógusként én is példát mutatok. És én azt mondom, hogy ezt ne tedd, de én megteszem. Akkor a gyerek szemébe hiteltelen leszek. És otthon is, hogyha a szülő úgy beszél a másik szülővel, vagy akár a szülő a gyerekkel, akkor mit várok a gyerektől? Uh-huh. Hogy ő hogy fog a társával beszélni? Nekem második osztályom van, és ők még nagyon olyan, mint a szivat, szívják magukba mindent, amit látnak, mindent, amit hallanak. És figyelni kell a szülőknek arra, hogy amit ők mondanak és tesznek, azt a gyerek visszafogja, mint egy tükörkép. Uh-huh. Kitől hallottam? Anyától, apától, mert mástól egyelőre nem nagyon. Úgyhogy erre én minden szülőt intenék, hogy nagyon figyeljenek arra, hogy mit mondanak a gyerek előtt, hogy beszélnek egymással, mert bizony úgy fog beszélni a társával. Ha azt látja, hogy apa, anya tisztelettel beszél, és most nem arról van szó, hogy tökéletesek vagyunk, és mindig erről van szó. Vagy ha lát egy olyat a gyerek, hogy mondjuk veszekszenek a szülők, akkor igenis üljenek le a szülők, és beszéljék meg a gyerekkel, hogy igen, ez most nem volt helyes, ahogy apával vagy anyával beszélgettünk, és igen, mi legközelebb erre figyelni fogunk. Mert akkor a gyerek is úgy fog a társával beszélni. Ha ő azt látja, hogy tisztelettel beszélnek otthon egymással a szülők, ő is tisztelettel fog a társával, illetve a tanárral beszélni. Főleg ugye ez már felsőbb osztályban jön el, hogy esetleg szemtelenkedik a gyerek a tanárral. Tehát erre nagyon kell vigyázni, hogy mit mutatok a gyerekemnek, mit lát a gyerek. Hogy én rászólok, és azt mondom, hogy nem volt helyes, amit csináltál, de közben én meg otthon azt csinálom, akkor megint csak hiteltelen lesz a szülő. Minden gondolatotok három újabb kérdés volt bennem. Az első, amit mondani szeretnék, az, hogy ez annyira igaz, amit most elmondtál, hogy az alsós kisgyermekek ezt elmondják, hogy apától, anyától hallottam, de hallottam egy ilyen mondatot is, hogy az óvónénik is mindent tudnak a családnak az aktuális helyzetéről, annélkül a gyerek elmondaná, mert eljátsza. Tehát lehet, hogy éppen az egyik plusz állat üti a másikat, meg egyebek, tehát ugyanígy megjelenik ez a fajta az érzelmek, a felfokozott agresszió és egyéb. Erre a rajzóra teljesen jó egyébként. Tehát meg kell nézni egy gyereknek azt, hogy milyen színeket használ, vagy mit rajzol le. Vagy például nagyon jó lehet egy olyan technikát, hogy rajzold le a családotokat állati képekbe, és akkor hogy mi jelenik meg. Uh-huh. Vagy például, ahol nincs az egyik szülő, ott nagyon előjön, hogy ugye van mondjuk tesó, meg anya, meg én, és akkor nincs apa. Uh-huh. Vagy hogy például mit csinál egy nap a család. És akkor szépen ők őszintén lerajzolják, és nem is kell semmit mondania, csak megnézem a rajzát, és nagyjából akkor már tudom, hogy mi történt. Ez egy nagyon jó tanács a kedves tévénézőknek és a kisgyermekes szülőknek. Nem az, hogy a gyerekre rászoljanak, hogy nehogy valami csúnyát rajzoljál, hanem tényleg erre odafigyelni. Azt szeretném kérdezni tőled, hogy mindannak, ami elhangzott, és ez egy nagyon élő példa, hiszen most pénteken az egyik ifisemmel, egy hatodikos lányjal beszélgettünk erről, hogy mi van akkor, hogyha a gyermek szülei mindezt megfogadják, nagyon-nagyon rendesen viselkednek, tudnak egymástól bocsánatot is kérni, és a gyerek ezt viszi be az iskolába, és emiatt bántják. És annyira fájdalmas volt, mikor ez a hatodikos lány azt mondta, hogy Laci bácsi, már azon gondolkoztam, hogy én is elkezdek káromkodni, hogy ne bántsanak. És ezt keresztény szülők gyermekei, ha nem egy olyan iskolába járnak, meg egy olyan közegbe, akkor ezt átélhetik. És itt kicsit beszéltünk a kortársaknak való megfelelésről is, amit egészen másképpen lát az ember, akár 40-valahány évesen, vagy tényleg ott 12-13 éves kamaszként. Mit lehet mondani egy ilyen gyermeknek?
Annyit tudni kell a kamaszokról. Nekem nincs gyermekem, tehát így, de a személyes tapasztalatom az iskolákban azért úgy bővült, hogy a kamaszkorban az identitás kezd kialakulni a gyermekekben, tehát még semmi sem olyan biztos. Annyira instabil az érzelmi világuk, hogy egyik nap még fent van a fellegekben, aztán egyik pillanatról a másikra már dúlfúl, haragszik, ne szóljanak hozzám. Tehát már látom, ahogy bejönnek a terembe hétfő reggel, és tudom, hogy ki hogyan jön be, hogy érzi magát. És egy pillanatra hogy kérdezem, ez minden gyermeknél így van, vagy ez személyiség függő? Vagy mindenkinél így van, csak valakinél jobban látszik, valakinél meg kevésbé? Igen, valakinél. Én azt látom, hogy valakinél, aki sokkal extrovertáltabb, ő bennük sokkal jobban kijön ezek az érzelmi instabilitás, de természetesen vannak olyan gyerekek, akik elég stabilnak látszanak. Tehát nagyon minden gyermek egyén, és mint ahogy minden ember egy személyiséges egyéniség, és nincs egyforma ember. És így visszatérve ehhez, hogy mivel itt az identitásuk kezd kialakulni, keresik a helyüket, ki vagyok én, mi az én dolgom ebben a világban, mi az én utam, mik az én erősségeim, miben vagyok jó, annyira nem keresik ezt, hogy nem tudják még. És a másik dolog pedig nekik van egy konformista erkölcsük is. Ez azt jelenti, hogy például tudják azt, hogy mi a jó és a rossz. Főleg aki keresztény háttérből jön, kisgyermekként már ő ezeket megtanulta szépen, és elér egy időszakot, mondjuk egy 10 éves kort, és akkor a jó és a rossz döntésében szeretne dönteni, de aztán ott megjelenik benne az a kérdés, de mit fognak szólni hozzá? Ő például, és ez lehet az osztálytárs, lehet a kortársból, a csapatból valaki, vagy egy csoportból, akihez tartozik. Tehát ott már bennük megvan ez a kérdés, hogy akkor ha most én a jót fogom választani, akkor mit fognak szólni hozzá a többiek? És lehet, hogy fel kell vállalni azt, hogy egyedül fog szembe menni a tömeggel. Én azért is szoktam így a hittanóráimon tanítani erről, hogy hogyan éljük meg a hitünket, hogyan döntsünk, milyen következményei lehetnek egy döntésnek, és ahogy a példamutatásra is visszautalva, hogy akkor most nézzük meg azt, hogy aki így viselkedik, ennek mi lesz a következménye. Aki vállalja, hogy igazat mond, vállalja azt, hogy szeretni fog, megbocsátani fog, akkor hogy ennek milyen következményei várhatók. Természetesen nem könnyű még felnőttként is felvállalni a hitünket, és lehet, hogy szembe találjuk magunkat, hogy lehet, hogy nem lesznek olyan sokan emberek körülöttünk, vagy barátokat veszíthetünk el ezáltal, mert nekünk más az értékrendünk. Nagyon nem könnyű így kamaszkorban ez, de hogyha nagyon sok példát látnak maguk körül, akkor én azt hiszem, hogy ez nem hiába való a mi munkánk. Ehhez valami gondolat? Én nagyon jókat mondott, igen, én is ezekre gondoltam. Illetve azt, mint keresztényként ezért is hangsúlyozom azt, hogy nagyon fontos a kicsiknél is már, hogy a keresztény identitást, azt erősítsük, hogy igenis tudja, hogy ő kicsoda a Krisztusban. Mert el fog jutni a kamaszkorig, be fog menni középiskolába, ahol ha esetleg nem keresztény is középiskolában van, akkor nagyon kemény helyzetekkel tud majd találkozni. Ahol el kell dönteni, hogy bevállalom, hogy keresztény vagyok, vagy megyek ugye a többiek után. De ha ő stabil abban, hogy igen, én Krisztusban vagyok, és tudom azt, hogy minden döntésemnek, és ezt is szoktam nagyon hangsúlyozni a kicsiknél, hogy figyelj, minden döntésednek meg lesz a következménye. Mindig két út áll előtted. Ezt az utat választod, vagy azt az utat választod. És mind a kettőnek a végén megvan a következmény. Lehet, hogy először ez tűnik nehezebbnek a jó út, mert mindig az a nehezebb, sokszor. De annak a vége jó. Még a könnyebb útnak a pokol, akár. Tehát ez nagyon fontos már kicsi korban is, és otthon a szülőknek is ezt mindig, hogy nem vagy soha egyedül. Lehet, hogy most szembeállsz az osztálytársaiddal, de te soha nem vagy egyedül. És Isten mindig győztesként fog kihozni. És az ige azt mondja, hogy a keresztényeknek minden a javukra van. És lehet, hogy abban a pillanatban egyedül érzed magad, vagy kicsúfolnak, de majd nézd meg, hogy Isten ott áll melletted, és győztesként fogsz kijönni abból a helyzetből. És mindezt, amit elmondtál, azt gondolom, hogy ez kell
tényleg egy érett kereszténység, ami sok mindent átélt, igen, megharcolt. Mi az, amit ebből egy 12-15 éves fiatal fel tud fogni, át tud élni, sajátjává tud tenni? Vagy az már mondjuk egy jó dolog, hogyha ezen a úton el tud indulni, szerintem és ez az, ami az alakul, meg formálódik. Egyrészt jó benne. Út, az, tehát jó, hogy elindul, másrészt meg azért ma már a 12 évesek, tehát magamból kiindul, és teljesen más voltam 12 évesen. Én nagyon sokszor elcsodálkozok, hogy én még 12 évesen babáztam, játszottam a babáimmal, és ma már egy 12 éves lány minden szempontból érettebb, mint én voltam. Tehát ők már olyan érzelmi hullámokon mennek keresztül, hogy bizony ebből azért ők sok mindent fölfognak, és szembe találkoznak ezekkel, hogy bántják őket esetleg, jó, mint nem egy keresztény iskolába, de ott is lehetnek konfliktusok. Tehát azért elég sok mindent megértenek már a mai fiatalok, tehát teljesen sokkal, meg ez a kamaszkor is, én azt látom, hogy sokkal előbb elkövetkezik. Tehát már 8-9-10 éves gyerekek isnél is olyan dolgok jelentkeznek, ami nekem majd csak 14 évesen jelentkezett, vagy 15 évesen. Akkor ezen a területen is azt élhetjük át, mint a technika területén, hogy a technikai fejlődés sokkal gyorsabb volt, mint az embernek a gondolkodása, meg az ehhez kialakított erkölcsi érzéke. Itt is azt látjuk, hogy a gyerekek nagyon gyorsan fejlődtek a világba, és lehet, hogy a szülőknek a hozzáállása, gondolkozása, az pedig nem igazán haladt ezzel együtt, és a gyerekek ezért most ott vannak egy légüres térben, és több téma is előkerült, és akkor ezekről beszélgessünk egy kicsit. Szó volt a haragról, szó volt a barátságok kialakulásáról, szó volt az identitás kialakulásáról, szó volt a közösségnek a tömeg hatásáról, tömegnyomásáról. Nézzük egy kicsit a haragot és az agressziót, meg ennek a kezelését, ami sokszor éppen ebből is fakadhat, hogy a fiatal saját magát se érti, hogy mi az, ami benne történik, hogy egyik nap belenézek a tükörbe, és azt mondom, hogy jaj, de szép vagyok, utána meg ki ez a ronda ember, és ez átéli mondjuk 2 óra alatt, ugye oda-vissza ezt a váltást. Én közvéleménykutatást tartottam. Hát a közvéleménykutatás, ez mondjuk 2 ember volt, nem árulom el, hogy kik, 2 ötödikes a mai hittanórámon. Megkérdeztem őket, hogy élik át 12 évesen a haragot, és hát elmondták, hogy a konfliktusok nagy része az a kisebb testvérekkel van. Kisebb húg, kisebb öcskös. Egyik így fogalmazott, hogy hiába mondom neki, csak azért is csesztet. Másik pedig mondta, direkt felhúznak a kisebb tesók, és hát nem egyszer mondjuk keményen le is rendezik őket, és azt gondolom, ez nem egyedi eset. Tehát elég arra, hát nagyon szomorú történetre gondolni, ami épp a elmúlt héten történt, hogy 15-16 évesek késeltek meg, szintén 15-16 éves fiatalokat. De nem kell ennyire extrém példákra gondolni. Ez a haragérzés, ez sokszor ott van a fiatalokban, haragszanak a világra, sokszor talán még a szüleikre is, másokra. Ebben az egész körben, amiről beszélgettünk, példamutatás, tanítás, nevelés, sok minden, ebben mi az, amiben lehet segíteni, mondjuk olyan szülőknek, akik nehezen tudják kezelni a gyermeküknek a szinte érthetetlen dükitörését? Igen, én szerintem az egyik nagyon fontos dolog az, hogy beszélgessünk a gyerekekkel. Mint ahogy Anita is nagyon jól mondta ezt a rajzolást, hogy rajzoljanak a gyerekek, illetve beszélgessünk és kommunikáljunk. Egy jó szülő a gyermek rezzüléseiből már észreveszi, hogy valami nincs rendben, hogy miért viselkedsz így, vagy egyik pillanatról megváltozhat a magatartása, vagy a hozzáállása a bizonyos helyzetekhez, és én nagyon fontosnak tartom a beszélgetéseket, illetve én az érzelmeket tanítom hittanórán, és 7. osztályban, és beszélgettünk a haragról, a félelemről, az agresszióról. Sokszor tényleg valóban nincsenek tisztában egyáltalán az érzéseikkel, hogy ez most mi, hogy ez most harag volt, vagy agresszió, egyszerűen csak is sodródnak az érzésekkel. És szembe kell őket találkoztatni ezekkel az érzésekkel, fel kell, hogy ismerjék, hogy ez most egy harag, miért haragszok, és akkor vissza kell menni a gyökerekhez, beszélgessünk róla, hogy akkor szerinted miért alakult ki benned ez a harag, miért haragszol a másikra. Lehet, hogy amint látom, vannak olyan gyerekek, főleg a fiúk, hogy vérmérsékletükből akadóan sokkal jobban tübegurulnak,
és agresszívebbek is, és vannak a csendesebbek, visszafogottabbak, de nem biztos, hogy ők is olyan nyugodtak belül, hanem ott meg belülről emészti. Tehát, hogy ez az se igazán helyes és egészséges. Van úgy, hogy nem tudják elfogadni a másikat. És ugye ebből is kialakul egy harag, hogy ha megszólal, akkor rögtön dühös vagyok rá. Tehát én nagyon sokat szoktam beszélgetni a gyerekekkel, hogy gyerekeket, hogy szerinted miért haragszol, és akkor beszéljük meg, hogyan, mit kezdjek ezzel a haraggal. És akkor van nagyon sokféle jó példa, mit mond Isten igéje, természetesen mindig ott van az ige is, erről is beszélünk. Illetve én fontosnak tartom a mozgást. Nagyon mozgáshiányos, és igen, mozgáshiánnyal rendelkeznek a gyerekek. Persze vannak, akik sokan sportolnak, és én nagyon-nagyon jónak találom ezt, mert ezzel is le tudják vezetni a feszültséget, a sok-sok stresszt, ami felgyülemlik a kiskamaszokban. Tehát én a mozgást nagyon fontosnak tartom, mint a kommunikációt is, hogy beszélgessünk, és a mozgás. A mozgásnál sokszor szokták mondani, hogy különösen ajánlják a csapatsportokat, mert ott van felelősség a másikért, és talán már itt említettem a kedves tévénézőknek, hogy én 10 évig fociztam ebben a korba, és ez nem csak egészségügyileg tett jól, hanem tényleg a önfegyelem, felelősség, egyéb ilyen kialakulásában. Mai napig emlékszem arra, akkor már ifista voltam, arra a meccsre, amikor nagyon-nagyon meleg volt, és a csapatnak egy része úgy döntött, hogy nem jön el. És egy ilyen salakpályán játszottunk 9-en. Tehát az így megmaradt bennünk a 9-en, az ellenfél mondta, hogy őket nem érdekli, ők 11-en vannak. Hát kőkemény volt, és átéltük azt, hogy mi van akkor, ha más nem lesz olyan komolyan, mint mi. A másik, ami eszembe jutott így a harag kezelésére, ezt pont meg akartam kérdezni, de nagyon jó, hogy mondtad, egy film, ahol Robert De Niro játszott egy maffia főnököt, aki ilyen pszichiátriai kezelésre szorult, és egy pszichológus kísérgette mindenhova, és amikor ilyen nagyon ideges volt, akkor mondta, hogy hát ott a párna, akkor most ezen vezess el a dühét, és előkapott egy ilyen nagy pisztolyt, és így 8 szob belelőtt, és mondja, jaj, sokkal jobban vagyok. Bogzsák. Ez segít, vagy ez nem egyképpen egy keresztény tanács? Hát én is egyébként a sportot említettem volna, vagy nem csak a sport, akár zene. Tehát, hogy a gyerekeknek, tudom, hogy ez a szülők részéről egyébként anyagilag is egy befektetés, meg hát az időben, főleg a kicsiknél, mert azért őket még nem engedi el annyira könnyen az ember egyedül, mondjuk a nagyoknál már igen, de akár zenét tanulni, és elég komoly szinten, mert ez minden megtanítja az önfegyelmet, a tiszteletet, az alázatot. És én is azt mondtam valamit az Erika, hogy a szülők beszélgessenek. Nagyon sok családban nincs kommunikáció, főleg már az ilyen kamaszoknál. Én nagyon sokszor hallottam azt, hogy ó, már mit kezdjek vele, ha már kamasz. Uh-huh. Ó, akkor igazán csak kell vele mit kezdeni. Uh-huh. És az, hogy nagyon fontos, ami az én anyukám nagyon jól csinált, hogy eljött ez az idő, hogy persze az anyukám volt, meg volt a tekintély, de a barátnő is egy picit, vagy a barát is, akihez őszintén oda tudok menni, és azt tudom mondani, hogy hű, most ebben segíts. Uh-huh. És ne az legyen, hogy nem érek rád, fáradt vagyok, dolgoztam, hagyjál békén, mert a gyerek egyedül marad. Tehát, hogy én azt látom, hogy nagyon sok kamasz egyedül van. Vagy például ott a nyári szünet. Én azt látom, hogy mennek a 10 éves fiatalok, kint lófrálnak, cigi a szájukba, és egész nap az utcán vannak. Nem, hanem a gyerekeket le kell foglalni. Uh-huh. Kell neki adni munkát, a kell házi munkát is lehet neki adni. Uh-huh. És hogy vegyen részt a családi életben. Ha már zenét említetted, akkor mindjárt meg fogunk hallgatni egy dalt, ahol látni fogjuk azt, hogy egy keresztény könnyű zenész hogyan tesz bizonyságot arról, hogy igenis Isten igéve szebbé lehet tenni ezt a világot, de mielőtt ezt a dalt meghallgatnánk, egyetlen mondatot hadd tegyek ehhez hozzá, hogy az, ami a világban most sokak számára egy hátrány, azon keresztül az egyház éppen tud misszionálni is. Ez pont a hosszú nyári szünet. Én most beszélgettem egy lelkipásztorral, aki elmondta, hogy az ő nagyvárosi gyülekezetébe nagyon sok alkalom nehezen megy, bibliaóra délután 6 órakor nem jönnek az emberek, és nyárra meghirdettek egy gyerektábort,
50-60-70-en jöttek el. És nagyon jól tudják, hogy nem azért, mert Isten iránti éhség van a szülőkbe vagy a gyerekekbe, hanem azért, mert gyermekmegőrzés. Egyházi alkalmak általában azért nagyon kedvező áron vannak, igyekeznek olyan lehetőséget biztosítani, hogy ezt mindenki el tudja érni, de föl lehet használni, ha már ott vannak a gyerekek. És ezek a gyerekek utána a szüleikkel vasárnap már eljöttek az Isten tiszteletre, és volt, aki ott maradt a közösségben. Tehát mondjuk ez egy nagyon fontos feladat lehet. Innen folytatjuk a beszélgetést, előbb megnézzük Szabó Balázsnak a Szebbé tesszük a világot című dalát. Sokszor egy mosoly is elég lehet ahhoz, hogy megváltozzanak a dolgok. Nem kerül semmibe, elég a szívből adod. Gyere, mozdulj ki a négy fal közül, és szívj végre friss levegőt. Lásd meg a csodát, az élet szép, ragyog a nap és kék az ég. Porold le a jó kedved, a nap felszárítja a könnyedet. Fogd meg a kezünk és gyere velünk, szaladjuk körbe a földet. Mosolyt adni mindig boldoggá tesz. Így nem kérdés, hogy az élet szép, ragyog a nap és kék az ég. Porold le a jó kedved, a nap felszárítja a könnyedet. Fogd meg a kezünk és gyere velünk, szaladjuk körbe a földet. Szaladjuk körbe a földet. Szabadon nevetünk, dalunk, táncolunk együtt. Veled szemmé tesszük a világot. Közösen tesszük meg, együtt, veled, számítunk át, tarts hát velünk, gyere, gyere, a csodákat közösen tesszük meg, együtt, veled, számítunk át, tarts hát velünk, gyere, gyere, szabadon nevetünk, dalolunk, táncolunk, együtt, veled, szemmé tesszük a világot, együtt, veled, bennünk él a hit, szeretet, remény. Ezt adjuk neked, tarts velünk, adjuk tovább, hogy másnak is legyen. A világot együtt veled. Szabó Balázshoz kapcsolódva hagyosszam meg a kedves tévénézőkkel az egyik múlt heti élményemet, ami nagyon kapcsolódik a mai témánkhoz. A Baptista Szeretett Szolgálat 20 éves jubileumi születésnapján lehettem a Papp László Sport arénában, ahol egy nagyon áldott alkalmon lehettünk együtt. A Baptista Szeretett Szolgálat iskoláiból egy 700 fős gyerekkórus énekelt. Nagyon sokan ott voltak a Szeretett Szolgálat intézményeiből, nagyon sok fogyatékos fiatallal is találkozhattam, és ott énekelt Balázs is, és Szenci Sándor, a Baptista Szeretett Szolgálatnak a vezetője tett ott bizonyságot. És volt az alkalomnak egy olyan része, amikor
azt kérte a jelenlevőktől, hogy akik szeretnék Jézust befogadni a szívükbe, azokat álljanak fel és mondjanak el vele egy imádságot. És fantasztikus volt látni, hogy a sötét sportcsarnokból lassan megvilágították a nézőteret, hogy lehessen látni, hogy mi történik ott lenn a színpad előtt, és egymás után álltak fel, főleg fiatalok. És a végén 3-400 fiatal mondta el azt a nagyon egyszerű imádságot Sándor után, amit a megtérők imájának is nevezhetünk. Van reménységünk, és én azt gondolom, hogy egy-egy ilyen beszélgetés is ebben szeretne segíteni, hogy a fiataljaink közül minél többen ezt tudják átélni, és ezt tudják megtapasztalni, hogy lehet Jézus Krisztussal járni, de azt is jól tudjuk, és erről is szól a beszélgetés, hogy amikor elindul az ember az úton, akkor ez nem olyan könnyű. Beszélgettünk már arról, hogy mi van akkor, amikor éppen valakit a keresztény hite, vagy éppen a keresztény magatartása miatt bántanak egy osztályba. És legutóbb pedig most a klip előtt a haragról beszélgettünk, és elhangzott, hogy a harag és az agresszió kezelésénél mennyire fontos a beszélgetés, mennyire fontos a sport, és korábban elhangzott még egy dolog, a példaadás, és a példaadáson belül a megbocsátásnak a kérdése. És akkor zárjuk most ezzel a harag témát. Hogy lehet a gyermekeket vezetni a megbocsátásra, tanítani őket a megbocsátásra? Ezt még felnőttként is tanuljuk nagyon sokszor. Alsóban úgy szoktuk ezt kezelni, hogy ha bármilyen konfrontáció alakul ki a gyerekek között, akkor azonnal megbeszéljük, és mondjuk neki, akkor most szépen oda mentek, és bocsánatot kértek egymástól. Kinek hogy megy, kinek könnyebben, kinek meg nehezebben. De mindig ezt hangsúlyozzuk, hogy igenis kezdeményezzék a bocsánatkérést, a megbocsátást, mert ha nincs kezelve egy harag, vagy egy düh, vagy agresszió, akkor bennük ez felnövekszik, és ott terjed a szívükben, illetve mint egy tüske ott lesz, és nem tud úgy tekinteni az osztálytársára, vagy éppen az évfolyamtársára, ahogyan szeretnénk, mert nem tud szeretettel rátekinteni, mert ott van benne az a sérelem. Tehát nagyon fontos az, hogy tudjanak megbocsátani is. Ugye, lehet, hogy alsóban ott még sokkal könnyebb kezelni ezt a helyzetet, felsőbben azért már nehezebb, meg hát felnőttként is ki hogyan szoktuk ezt megélni. Tehát van úgy, hogy évekbe kerül akár egy megbocsátás, vagy eljut egy ember egy megbocsátásig. De én hangsúlyozom a gyerekeknek, hogy az érzelem, a megbocsátás az nem érzelem, hanem az egy döntés. És fontos, hogy ezt tudják, hogy ez nem érzelemből bocsátunk meg, hanem az egy döntés, hogy igen, én megbocsátok neki, elengedem neki, amit tett, és aztán utána azokat az érzéseket megkezeljük, ami ezzel járt. Ezzel mennyire küzdenek még a felnőttek is, arra is jó példa, és arra is, hogy a haragot tud felnövekedni, Saul királynak a története, aki látta ott maga körül ezt a fiatal kis Dávidot, hallotta a különböző hadi sikereit, hallotta azokat a mondókákat, amiben Dávidot egyre jobban fölemelték, és ez a harag egyszerűen addig ment benne, hogy egy idő után először még indulatból a lándzsáját próbálta beledobni, utána meg teljesen tudatosan törekedett arra, hogy megölje, és ennek is valahol elejét lehetett volna venni. Vagy gondoltunk Kain és Ábelnek a történetére, ha már haragról van szó, és családi életről, hogy egyszerűen annyira felnőtt a harag valakinek a szíve. Tehát ez tényleg nem játék, és ez jó egy életre megtanulni, hogy ha az ember az elején képes bocsánatot kérni, és képes megbocsájtani, akkor ennek nagyon komoly következménye van. De azért ez egy nagyon fontos dolog, és ebben szeretném, amíg elmondtál te is a véleményed, meg megerősíteni a nézőket, hogy ez nem érzelem. Tehát ez nem azt jelenti, hogy egyből mindent elfelejtünk. De viszont az ember eldönti azt, hogy megbocsátok, jönni fog a megbocsátás. Aha. Meg én azt gondolom, hogy én azt is csináltam a kicsiknél, amikor mondjuk barátnők vesztek össze. Vagy én csináltam direkt olyan órákat, hogy mit szeretsz a másikba? Mi az, amit jónak látsz a másikba? Uh-huh. És amikor összevesztek valamin, akkor megkérdeztem, hogy de miért lettetek barátnők? Hogy arra emlékezz, amikor lehet, hogy dühös vagy valamiért, de mennyivel fontosabb a barátság, és mennyivel fontosabb a szeretet, mint egy apró dolog, amin összevesztek. Hogy miért szeretted meg azt a másikat, miért lettetek jóba,
vagy egyszerűen lásd meg benne azt, hogy mi a jó benne. Tehát én direkt szoktam nekik ilyeneket csinálni, hogy nem azt, hogy ő választ, hogy kinek kiről mond jót, hanem húz egy valakit, és azt mondod, hogy XY, mi a jó benne, és akkor azt mondja, hogy ő milyen kedves, vagy milyen segítőkész. És onnantól kezdve ő benne már ezt fog megmaradni, hogy ez a másik miért pozitív, mi az, ami pozitív benne, és nem a negativitás. Tehát, hogy a gyerekeknél is fontos azt hangsúlyozni, hogy a jót a másikban, nem, mert senki se tökéletes, mindenkinek van valami, amiben hibázik, én is hibázok, ő is hibázik, illetve tanárként azt tudom mondani, hogy én szoktam azt mondani, hogy ne haragudj a diáknak is. Lehet, hogy ő 8 éves, de akkor is azt lássa, hogy én is oda tudok menni, és azt tudom mondani, hogy ne haragudj, nem nekem volt most igazam. Uh-huh. És ez nagyon fontos, hogy a diák lássa, a gyerek lássa azt, hogy hát, hogyha egy tanító meg tudja csinálni azt, hogy bocsánatot kér, akkor én is meg tudom a társammal csinálni. És ez fontos, ebbe is példamutatónak kell lenni, hogy igenis azt tudom mondani, hogy ne haragudj. Uh-huh. És igen, azt hangsúlyozni tanárként, hogy meg szülőként is a testvérek között, hogy jó, ő most ezt csinálta, és most téged idegesít. De mennyi minden jó van benne? Beszéljük ezt meg. Írjatok egymásról pozitív dolgokat, hogy mi az, amit nagyon szeretsz a tesóddal. Mi az, amit szerettek együtt csinálni. És akkor ez fog előtérbe jönni, és erre fog emlékezni, nem arra, hogy ő most idegesítette. És én kisebb vagyok, tehát én a kisebb tesó vagyok, de mondjuk én nem voltam ilyen idegesítő. Sose idegesítettem amennyire a bátyámat, de azért nálunk is voltak konfliktusok, persze. De... Én legnagyobb vagyok, három kisebb van, utánam. Tehát... De ez fontos, hogy a másikba hangsúlyozzuk azt, hogy lásd meg a jót, lásd meg a pozitívat. Akkor ezt most mondhatjuk is a kedves tévénézőknek, ott, ahol mondjuk akár a gyermekek között, saját gyermekek között, vagy egy pedagógusnak az osztályában konfliktusok vannak, akkor ez egy gyakorlati jó tanács, egyrészt beszélgetni erről, a megbocsátásra tanítani, és akár a gyerekekkel elbeszélgetni arra, hogy a másikban mi az, ami jó, és ezzel tényleg ki lehet oltani a gyűlöletnek a tüzes nyilait. Sokat lehetne még beszélgetni, és lehet, hogy fogunk a haragról, de egy kicsit lépjünk tovább, mert a gyermekeknek az életében van még egy nagyon meghatározó érzés, érzelem, és ez nem más, mint a félelem. Tudjuk, hogy különböző életkorokban jönnek elő különböző félelmek, meg vagy mikor kezdenek el akár a haláltól, elmúlástól félni, hogy elveszíthetik a szüleiket. Nagyon sok gyermekben éppen a sokszor hallott veszekedés miatt alakul ki egy félelem, hogy el fognak válni a szüleim, még akkor is ők nem gondolnak egymásra, és ezek a félelmek ott vannak a gyermekeknek az életében. Hogyan lehet ezt kezelni egy kamasz gyermeknél? Hát nem olyan egyszerű, hiszen a félelem az egyik legnagyobb olyan negatív érzelem, ami az ember életét meg tudja bénítani. És a kamaszoknál is nagyon sokat szoktunk erről beszélgetni, és az elmúlt hét tanórán is nagyon annyira így kiteljesedett így a beszélgetésünk, hogy ki mitől fél. Persze vannak, akik azt mondták, hogy én semmitől sem félek, aztán csak előjött ez a félelem is. Olyan feladatot csináltam velük, hogy miután beszéltem a félelmek fajtáiról, hogy a füzetükbe lerajzolták a bal tenyerüket, kezüket, és beleírták a félelmeiket, hogy mi azok a valós félelmek, amelyektől félnek. Aztán a jobb oldali kezüket is lerajzolták, és akkor beleírták azt az igét, hogy a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Uh-huh. És beszéltünk a teljes szeretetről, hogy mi az, hogy teljes szeretet, hogy Isten agapé szeretete, hogy mi az az agapé szeretet, amely mély, önzetlen és állandó szeretet, és hogy ha ott van a szeretet benned, akkor a félelmet kiűzi Isten az életedből. De ugyanakkor a fordítottja is igaz, hogyha nincs szeretet, akkor jön a félelem, akkor a szeretetet kiűzi a félelem. És mikor belíták a gyerekek a félelmüket a tenyerükbe, akkor az igét is elmondtuk, akkor imádkoztunk. Annyira szakember ebben nem vagyok, inkább itt a pszichológusok is tudnának biztosan nagyon jó tanácsokat adni, de én az imádságot azt mindenképpen, tehát szabadító erőnek tartom, és
és hogy Isten meg tudja szabadítani ezeket a gyerekeket a félelmeiktől, a valós félelmeiktől, mert nagyon meg tudja bénítani az életüket, akár egy szorongás is kialakulhat bennük. Sőt, lehet, hogy nem tud róla, és akkor, hogy vissza kell menni a gyökerekhez, hogy miért fél, miért alakult ki benne ez a félelem. Uh-huh. Tehát erről lehet, hogy több órán kellene beszélgetni, meg lehet, hogy nem az egész osztály előtt, hanem személyesen, külön a gyerekek. Ez hanyadikosoknál volt? Hetedik osztály, igen. Egy kicsit nézzük meg a másodikosokat, ugye? A másodikos osztályod van, ők olyan 7 évesek. Igen, mennyivel nem más, mint egy 13 évesnél? Ők őszinték. Tehát azért a kicsik, mondom, ők nagyon nyíltan mindent elmondanak, és a félelmüket is. És én azt gondolom, hogy itt is, ami már nagyon sokszor előjön, az, hogy beszélgessünk a félelmekről. És ne legyen tabu téma azt, hogy félek. A másik, meg azt gondolom, nagyon főleg a kicsiknél nagyon sok félelem abból jön, hogy nem tudnak dolgokat, hallanak a tévében, hát ugye a médiában ömlesztik rájuk ezeket a különböző agresszív meséket, vagy hallottam a barátnőmről, és most júj, hogy lesz, mint lesz, és akkor én mindig meghallgatom őket, és akkor próbálok nekik az ige alapján válaszolni, hogy ettől nem kell félni, akár, vagy a halál, ugye ez is most úgy előjött, a halál. És erről nem szabad, hogy tabu téma legyen ez se, hanem igenis előjön akár egy másodikosnál, ha olyat lát, hogy mi van, ha meghal valaki, persze ezt az őszintjére levinni, és nem úgy, mint mondjuk egy felnőtt embernek, akkor előveszem a Bibliába, hogy mi van azzal, aki elveszti a testét, de a szelleme ugyanúgy él. Tehát, hogy ez olyan, mint egy sátor, amit egyszer csak levetsz, és a keresztény ember ugye kap egy tökéletes, dicsőséges testet, és ez mennyivel jobb? Vagy azt mondom, hogy lehet, hogy ő itt beteg volt, de fent a mennyben egészséges, fiatal, és nagyon jól érzi magát. Tehát, hogy elmondani nekik azt, hogy valójában mi van. És hogyha megért, én azt láttam, hogyha őszintén beszéltem velük, akkor megértették. Tehát, hogy sokan azt hiszik, hogy jaj, mert 8 éves, ő nem érti. Őhez még kicsi, abszolút nem. Uh-huh. Tehát a 8 évesek is már nagyon vág az eszük, úgyhogy nem, megértik. Persze mondom, nem úgy mondom el, mint egy felnőttnek, és nem ijesztem meg, mi van, ha valaki nem keresztény, vagy bármi, hanem próbálom Isten igéje alapján közelíteni úgy, hogy ő ettől megnyugodjon, és ez a feszültség, ez feloldódjon benne. De a szülőknek is azt mondom, hogy beszélgessen a gyerekkel, kérdezze meg, mitől félsz. Illetve nagyon kell erre vigyázni, hogy mit nézetek a gyerekkel. Pont ezt szerettem volna mondani, itt a szülőknek van egy nagyon komoly felelőssége. Most így próbáltam visszagondolni így a saját családunk életébe és a kislányomnak az életébe, hogy mi az, amit tudok, hogy nagyon-nagyon félt. Az éppen egy hatodikos volt, és egy iskolai szünetben valaki a telefonján mutatott neki valamilyen olyan szellemekről szóló valami filmet, ami nem egy ilyen nagyon meseszerű volt, hanem ilyen legenda, meg egy kastély volt, meg a tükörben mit kellett mondani, és megjelent, és egyebek, és ez borzasztó komoly félelmet okozott benne. Valahol a fiatalok játszanak olyan dolgokkal, amikre abszolút nem érettek, és ez nagyon komoly félelmet okoz, és amúgy is vannak belső félelmeik az életkori sajátosságoktól, de ezekkel leterheljük őket. Csak egy egyszerű példát hadd mondjak, éppen ahogy a gyerekekkel beszélgettem, egy harmadikos mondta el, hogy ő egy rajzfilmtől ijedt meg. És akkor kérdeztem, milyen rajzfilm? És mondta, hogy zombis. Tehát egy gyerek sávba, gyermek időben játszott zombis rajzfilm, lehet, hogy felnőttnek nevetséges, de egy kis gyereknek már ez is ijesztő lehet. Én csak visszagondolok a gyerekkoromra, és ez még mindig valós félelem bennem, hogy az osztálytársaim, általános alsó tagozatos voltam, hogy az osztálytársaim kígyóval ijeszgettek. Egy képeskönyvben volt egy kígyó, és azzal ijeszgettek, és én hihetetlenül féltem. És a mai napig is fóbiásan félek a kígyóktól. Tehát, és valóban tényleg, hogy mi tényleg így felnőttek, így lehet, hogy így elmegyünk mellette, hogy hát az csak egy ilyen, meg olyan kis gonosz kis figura, de közben bennük ez nem, ez valahogy valóságosan kinő. Én beszélgettem a hetedikesekkel
a hittanórán, és kitértünk a filmekre, és nagyon sokan horrorfilmet néznek. És hát az meg hihetetlenül tudja az ember lelke. Bocsánat, 7.-8. tehát 13-14 évesek, igen, akik meg keresztény iskolába járnak, igen, horrorfilmet néznek. Ha? Igen, és megnézték, és én elmeséltem nekik, hogy én régebben, még én akkor nem tértem meg, és ugyanez volt bennem, hogy én megnéztem én is a horrorfilmeket, és tudtam mondani a személyes példákat, hogy lehet, hogy megnézed azt a filmet egyszer-kétszer, és aztán nem veszed észre, és már is ott van a félelem benned, és nem tudod, hogy miért félsz. Miért félsz a sötétségtől, miért félsz a jövőtől, a haláltól, akár ugye ez is egy belépési pont lehet az ember életében, hogy egy ilyen filmeket néz meg a gyermek, illetve a számítógépes játékok, ami ugye még visszatérve a haragra, az agresszióra, hogy vannak olyan számítógépes játékok, hogy tele vannak agresszióval, gyilkolással, és... És hihetetlen vizuális világ. Igen, tehát, és teljesen, igen, egy olyan világba kerülnek, egy virtuális világba, és ma a gyerekek lassan nem tudnak különbséget tenni a között, és hát lehetett hallani nem egy-kettő olyan történetet, hogy valaki ezért gyilkolt sajnos, mert ilyen játékokkal játszik. Meghalt, mert igen. Kiállt egy vonat elé, egy kisfiú, és az volt, hogy ő is az erejében megállítja, mint a rajzfilmbe tette ezt valaki. Igen, és most itt megint tényleg a szülői felelősségről is van szó, hogy ne hagyjuk magára a gyermeket. Legyen egy kontroll, hogy mit nézel meg, mit nem szabad, megbeszéljük. Hát igen, ez amit én is ezt mondanám, hogy én például az enyémeknek nagyon sokszor hangsúlyozom azt, hogy nem mindegy, hogy mit nézel, amit nézel, az épít vagy rombol. Az sem mindegy, hogy milyen zenét hallgatsz. Lehet, hogy te nem érted, hogy miről énekel. Te lehet, hogy olyanról énekel, és az már hatással van az életedre. Amit nézel, rögtön az életedre hatással van. És ezek a játékok is, amiket tényleg játszanak. Mondjuk én nekem nem sok ilyen volt, tehát annyira nem ismerem ezeket a számítógépes játékokat, de azért látok én is egyet-kettőt, és tényleg, meg rajzfilmekben is. És az, hogy például nagyon sok szülő azt csinálja, hogy legegyszerűbb lerakom a gyereket a tévé elé, aztán nézze. Pedig nem. És hanem egyrészt a gyereknek ne legyen a tévé a szobájába, mert rázárja az ajtót, és azt néz a gyerek, amit akar. Ugyanígy a számítógép. A másik pedig az, hogy azt gondolom, hogy van egy kor, amíg igenis a gyerek ne zárja magára az ajtót. Jó, az más, ha öltözik, de ne legyen az, hogy mint szülő még nekem kelljen elnézést kérnem, hogy én megnézem, hogy mit csinál a gyerek. Mert akkor annyira el van a szülőtől így szeparálva, hogy igazából nem látja a szülő, hogy mit néz. És azért a mai világban az interneten bármire rákattint, egy másodperc alatt el tudja vinni. Belépek, már nem látom, hogy mit csinált. Aha. Tehát, hogy valahol egy bizonyos korig azért ezt kontrollálni kell. A másik pedig ki kell alakítani egy tévézési szokást, tehát kultúrát. Nem azt, hogy leültettem, és akkor nézi, ami van, hanem ha látom, hogy mit néz, akkor leülök, és megbeszélem vele. Mert sokszor nem tudnak a valóság és a mesevilág között különbséget tenni, vagy film és valóság között. És ez a főleg az ilyen 8-10 éveseknél most nagyon, nagyon elterjedtek ezek a ilyen tini szappanoperák, ahol bizony azt látom, hogy nem a jó példákat veszik sokszor át, hanem az a menő, aki a rossz, aki ilyen kis furkálódós, pletykás, és átveszik ezt a stílust. És akkor én el szoktam mondani, hogy figyelj, az pozitív. Te örülnél, hogyha téged így látnának az emberek. Hanem a pozitív példát vedd. Már én nem is nagyon engedném azt, hogy a gyerekem ilyet nézem, mert egy abszolút nem valós világot tár a gyerekek elé. És ebből is fakadhat bizony egy belső szorongás, hogy én nem vagyok olyan szép, nekem nincs olyan szép ruhám, én nem vagyok olyan csinos, stb. És ezáltal már egyszerűen ilyen, tehát szorongás lesz, és nem lesz önbizalom. Önbizalom hiányosak tudnak lenni már kicsi korban. Uh-huh. Tehát már 8 évesen előjön ilyen, mondjuk, hogy egy gyerek anorexiás. Holott, hát 8 éves. Pont az ilyenek miatt, mert ő nem olyan vékony, nem olyan szép a ruhája, rajta nem úgy áll, vagy egymást piszkálják, hogy bezzeg, neked nincs olyan ruhád. Uh-huh. Úgyhogy én biztos, hogy azt nagyon, hogy mit néznek, és ezt a szülő lássa. És meg tudja mondani, hogy figyelj, egy órád van a tévézésre, utána játszunk. Tehát, hogy... Ez az egy óra lehetőleg hétfőnként 8:10-től a Pax TV-n a kultműsor legyen a gyerekek számára is. De viccet félretéve annyit hadd tegyek még hozzá, hogy
Lehet, hogy egyedül vagyok itt a stúdióban, de nekem az az érzésem, hogy ezen a kisgyermekeknek a 70-80%-a átesik, hogy a szobájában, amikor lefekszik, hát kisgyerekként, akkor a párnákból, meg a szekrényből is képes ilyen szörnyeket látni. Tehát ha már maga a fantáziánk ilyen színes tud lenni, és ettől tudunk félni, akkor mennyivel inkább olyanoktól, amik tényleg így megjelennek képileg különböző területeken. És nagyon csodálkozunk azon, hogy milyenek lesznek fiatal felnőttként az emberek, de tényleg így dől el. És ezek, amiket elmondtatok, ezek nagyon-nagyon jó gyakorlati tanácsok, és egyetlen egy se volt olyan közte, amit ne tudna bármelyik család megvalósítani. Beszélgetni mindenki tud, tévének kikapcsoló gombja, bekapcsoló gombja mindenhol van, nyitott ajtót mindenhol lehet csinálni, és ha csak ezekre odafigyel az ember, akkor nem arról van szó, hogy tudja hangsúlyozni a szülői dominanciát, hogy de én vagyok is, az lesz, amit akarok, hanem pont a gyerekének az életét, a későbbi életét könnyíti meg, mert ez, amiről itt beszélgettünk, ez hatással van párválasztásra, ez hatással van utána pályaválasztásra, kezdve nagyon-nagyon sok mindenre, és nem is gondolják, hogy miért. Hát lassan letelik a műsor, már mind a két óra. Én azt szeretném kérni tőletek, hogy így röviden foglaljátok össze mindazt, amit így fontosnak tartotok, vagy talán egy-egy igét, ami ide kapcsolódik, egy-egy történetet. Mi az, amit így a kedves tévénézők szívére lehetne még helyezni? Én azt szeretném, hogy beszélgessenek sokat a szülők a gyermekekkel, kommunikáljanak. Tudom, nagyon sokat kell dolgozni, nagyon elfoglaltak vagyunk, de figyeljünk erre oda, gyakorló pedagógusként. Nekünk is óriási segítség ez, és hogy tudjuk, hogy hol áll a gyermek. És én csak is ezt tudom javasolni, és bátorítani a kedves szülőket, hogy egy jó szóval meg ültessék le, és a gyermekeket is így beszélgessenek vele. Én is azt, hogy a kommunikáció nagyon fontos, illetve az, hogy kialakítsanak már tinédzserkorban egy bizalmi kapcsolatot, illetve hogy hangsúlyozzák sokszor a gyerekeknél, hogy miben ügyes. Én ezt is látom, hogy mindig csak azt mondják, hogy te mit nem tudsz, kisfiam? Nem, mit tudsz, és milyen ügyes vagy ebben, és bátorítsák. Illetve az, ami nagyon sok szülőn elmaradt, hogy határ, szabjunk határt a gyereknek. Azt hiszik, hogy a gyerekeknek nem kell, vagy nem szeretik a határt, de. Mert ha nincs határ, félelem jön, félelem jön bele. Mert nem tudja, hogy mihez igazodjon. Ahogy egy szülő határt szab, akkor tudja, mihez igazítani a magát. Hogy legyen egy határ, ahol tudja, hogy mozoghat, és azon keresztül már ne menjen, és magyarázzuk el, hogy miért nem beszéljük meg vele. Nagyon szépen köszönöm. Annyit mondanék a kedves tévénézőknek, hogy a következő két adásban olyan témáról lesz szó, ami hát a fiatalok életét is érinti, most ez nem került szóba, ez a szexualitásnak a kérdése. És elsősorban a felnőttkori szexualitásról fogunk beszélgetni, és arról, hogy az Isten ezt mire teremtette, és mit jelent a szexualitás, mint ajándék az embernek az életébe. És két hét múlva pedig lépni fogunk egy merészet, a 130-valahanyadik kútadásban előhozunk egy nagyon nehéz és nagyon kényes témát, ez pedig homoszexualitásnak a kérdése lesz. Egyre inkább előtérbe kerül, és egyre inkább érzem, hogy fontos, hogy ebbe is legyen igei útmutatás. Lesz olyan vendégem is, aki egy olyan közösséget képvisel, akik a kereszténységen belül imádkoznak a homoszexuálisokért, hogy mit jelent mindez, erről majd fogunk beszélgetni. Várom akkor is önöket a képernyő elé. Nekik nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és velünk töltöttétek ezt a két órát, és Isten áldását kívánom a családi életetekre és az iskolai szolgálatotokra is. Remélem, még fogunk találkozni, és a kedves tévénézőknek is köszönöm szépen, hogy velünk voltak. Adja az Úristen, hogy mindaz, amit hallottak, ezt meg tudják valósítani a hétköznapokban. Legyen Isten áldása az életükön és a gyermeknevelésükön is. A viszontlátásra. Több ezer életen át bennem élő szerelem, a kapukon háttörve megpihen a szívedet. Több ezer életen át bennem dúló fájdalom, szerte foszlik a fényben, felolvad az hajkadon. Több ezer életen át felsíró vérző sebek összefornak, gyógyulnak, ha érzik meleg kezed. Több ezer életen át
hívtalak és vártalak, s lelkem mélyre úszva magamban megtaláltalak. Magamban megtaláltalak, magamban megtaláltalak. Magamban megtaláltalak, magamban megtaláltalak.